És folytatjuk is már is az első mérkőzésünket itt a negyed döntőből. Ahogy láthatják a nézőink, hamarosan becsatlakozunk a mérkőzésbe. Szerintem Gabinho és Two-Freeze összecsapása már is folytatódhat. Fél időben járunk, ahol jelenleg Gabinho 2-0-ra vezet Two-Freeze ellen, és amint készen állnak, indulhatnak is. Mehet a mérkőzés Gabinho és Two-Freeze között. Jelenleg 2-0-ra vezet az Amsterdamot megjárt fiatal, ugye, aki a V4 Future Sport Fesztivált megnyerte, és itt is vagyunk már a mérkőzésben. Jobb oldalon, sárga mezben játszik Two-Freeze, bal oldalon, és ebben jobbról-balra támad, kék mezben pedig Gabinho, Vieira. Megint ott van Salah a kezdőben, Neymar, lövés távolról, fölé ment ez a labda, de köszönhető annak, hogy megpattant egy lábon. Hulit védekezik középen Two-Freeze-nek, Neymar ki a 16-os elé, Ferdinand forgolódik, lesz-e lövés, Ferdinand visszapasszolja, Vieira szélén De Bruyne, és végül aztán elveszíti a párbajt. Salah, a Valencia, Blanc átíveli a túloldalra Alexandrónál, csak ugyan, mint Gódor Donátnál, itt is egy Alexandró van a bal szélen, ő próbálja majd Gabinho Mohamed Salahját hatástalanítani. A Valencia, Hulit, kinn a szélén Salah, Ramos eléggé gyors, még továbbra is a rutinos védő, ráadásul ez a Team of the Season kártyája eléggé oda csap. Ronaldo azonban már betolja 16-oson belülre, próbálja eltolni a mellett helyezkedő védőt, végül aztán sikerül. Valencia, Jordi Alba. Alba, középen már Vieira kapja meg Neymartól, Hulit pedig a szélén jobb oldalon próbálna offenzívát indítványozni Gabinho-nak. Neymar áll egy helyben, egyelőre keresi a társakat, Vieira, De Bruyne, beindul De Bruyne, de nem kapja meg vissza a labdát, Ronaldo pedig higgadtan ott áll a 16-osnál, várja, hogy mikor lesz passz, de egyelőre nem nagyon akaródzik arra labda menni. Hulittól jó a labdaszerzés, azonban sokáig nem tudja megtartani, és már is járathatja a labdát megint. Two-Freeze, ez viszont egy csúnya belépő volt, szabadugás is Two-Freeze-nek. Gabinho volt a szabálytalan, méghozzá Salah volt az elkövető, és egy rövid szünet, hiszen érkeznek a cserék. Mint láthatjuk azt, hogy egy STBL van a túloldalon, tehát egy striker bél, 89-es értékeléssel. Ezek szerint az csak egy aranylap, mert Bélnek van egy kártyája, ami tényleg csatár, és 100%-osan illeszkedik arra a pozícióba. Az 90-es értékeléssel látható, ez viszont csak egy 89-es, tehát az alapkártyája, alaparanykártyája Bélnek, Two-Freeze-nél. És át is áll egy 4-1-2-1-2-es felállásba, 92-es Dybalájával a támadó középpályán. Nézzük, hogy mit fog tudni majd ezzel alkotni, miközben Son elhagyja a pályát Gabinho-nál, és helyette De Bruyne folytatja a bal szélen. Son már is a labdával, hamar összebarátkoznak ezen a mérkőzésen is. Úgy tűnik, hogy ez az új csele taktikája, hogy Salah-t fennhagyja, és Sont állítja be De Bruyne helyére. Alexandro viszi a szélén. Meunier. Kanté nem talál labdát, így Gabinho el tudja hozni. Ronaldo sarkazás Neymar felé. Neymar távoli lövés! Hatalmasat kellett mentenie Two-Freeze kapusának. Itt láthatjuk a lövések számát. 7 kapura lövés Gabinho-tól, 1 pedig Two-Freeze-től. Egyelőre magabiztosan tartogatja az eredményt a V4 győztese. Alaba ezt egy picit elkapkodta, nem volt arra ember, kipasszolta az oldalvonalon túlra. Bedobás. Hulit keresi a társakat. Szerintem ez nem a Prime Hulit, ez is csak egy 90-es Hulit, bár elképzelhető, hogy még a napokban sikerült esetlegesen Two-Freeze-nek megcsinálni a Prime Hulitot. Bevallom őszintén, nem figyeltem az értékelését.
ezért nem tudom megállapítani. Ugye 3 pont a különbség a két kártya között, méghozzá a Prime Hulit 93-as, még a sima, ifjabb, az csak 90-es. De nagyon sokáig volt, hogy a 90-es volt az egyik legjobb kártya a játékban, és ameddig a Prime ki nem jött, mindenki azt használta. Bél közben lőtt vissza, Dybala nem talál lehetőséget se passzra, se lövésre, elveszíti Dumfriesnek a labdát, és Gabinho ebből már építkezhet. Neymar szépen lassan viszi fel a támadás, Hulittal vissza Neymar, Lozano elveszíti. Ott is egy Lozano, csak úgy, mint az előző mérkőzésen, Gódor Donátnál megtalálható ez a kártya. Son, Vieira, erre jobban föl. Son, Vieira, Hulitnak, Ferdinand, kinn a jobb szélen Valencia, Neymar az, aki megelőzték. Bale volt az elkövető, ezzel pedig hozhatja a labdát már is Dumfries. 10 perc van hátra az első mérkőzésből, 2-0-ás hátrányban van Dumfries Gabinhoval szemben, és hogyha nem sikerül most gólt lőni az első meccsen, akkor 2-0-ával fogja kezdeni majd a második találkozót. Hát reméljük, hogy izgalmas mérkőzés lesz az is. Egyelőre itt próbálkozik Dumfries, de nem nagyon talál lövési helyzetet, és ahogy kimondom ezt, egyből rálövi a kapura. De Gea-nak kell eldőlnie, hogy ezt a labdát kipaskolja, de végül aztán hatástalanítani tudja a lövést. Son már a szélén, Ronaldo az, aki indul be üres területbe, meg is kapja a labdát, kapja vissza Neymar, túloldalon pedig Salahnak próbált oda tenni, Alexandro azonban jobban helyezkedett, és az egyiptomit sikeresen megelőzte, ebből pedig már akár építkezhet Dumfries, Meunier, Lozano, Dybala, Bale. Jó a lefordulás, az indítás azonban nem rossz, nem jó, rossz. Meg kell hagyni, hogy ezek az utolsó kulcspasszok, amióta becsatlakoztunk a mérkőzésbe, nem igazán jönnek vissza. Én meg egyelőre nem találom a nyelvemet. Vieira. Salah. Hulit. Vieira. Mellette kérné már is Son. Középre adja Ronaldónak. Ronaldo. Hátulról is támogatták. Végül aztán sikerült eljönnie. Kanté volt az, aki próbált odaszúrni, és most ő van a labdával. Valencia. Hulit, Meunier, Bél. Jó a szerelés Hulittól. Kanté azonban rögtön vissza is szerzi. Son, Hulit. És az utolsó támadás lehet. 2 perc lesz a ráadás az első mérkőzésen. Ronaldo legurítja Neymarnak. Ronaldo nem tudja tovább tenni Neymarnak. Ebből pedig eljön Dumfries, és le is fújja az első fél időt a játékvezető. 2-0-val tehát Gabinho az, aki az első meccset megnyeri, és ezzel pedig a negyeddöntőn továbbjutásra áll egyelőre. Hogy sikerül-e végül a másodikat is biztosítania, azt hamarosan megtudjuk, de előtte egy kis szünet. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Vagyunk, folytatjuk a mérkőzést, méghozzá Gabinho és Dumfries között, és ahogy így néztem a beállításokat, láthattam, hogy az a Hulit bizony a legfiatalabb formája a játékban, tehát a 86-os kártyája a Hulitnak, szemben egy 90-es
Liverpool-ittal. A zene mindjárt elhalkul, és kezdődhet a mérkőzés. Blank. Kanté. Megint próbálkozhat majd esetlegesen visszamászni Two-Freeze-nek. Ugye az első fordulóban nem más ellen játszott, mint Pozni Martin ellen, és mind a kettő mérkőzésen sikerült győznie Two-Freeze-nek. Egy 1-0-ás, valamint egy 2-1-es mérkőzésen végül aztán 3-1-el jutott ide be a negyed döntőbe. És ennek a mérkőzésnek a győztese nem más ellen fog játszani, mint Deák Dani, Vadicska Oliver párharcának a győztesével. Míg a túloldalon ugye Molnár Gabó jelenleg Henrikkel küzd, és Simon, valamint Deki fog egymásnak feszülni itt a ringben. Reméljük, hogy izgalmas mérkőzéseket látunk majd, mert az biztosan, hogy jók lesznek. És azonban befújja a játékvezető a 7. percben a 11-est, méghozzá Gabinho szerez 11-es rögtön a játék elején, ezzel pedig 3-0-ra elmehet. A Ronaldo fenoménó a labda mögött. Merre fogja gurítani? Balra! A jobb alsó sarokban laposan, gyönyörűen oda, ahova kellett. Nem volt sok erő benne, de helyezve volt. Ez pedig be lehet lőni. Láttuk azt, hogy Two-Freeze nem tudta, hogy merre mozduljon. Szerintem ő alapból jobbra akart volna, és végül aztán be is ment a találat. Amúgy nagyon érdekes statisztikákat vezetnek a 11-es lövésekről, és hogy hova mennek ezek a lövések, és hogyha megfigyeltük a statisztikákat, nagyon sokszor a bal középmagasan szokták lőni a játékosok, ezért helyesebben a jobb alsó sarokba, ugyebár lövő szempontból balra. Bevallom én is általában, hogyha vetődöm a kapussal, arra szoktam védekezni, 50% az esélye, hogy kivédem. Vagy igen, vagy nem. Viszont, ami biztos, hogy Gabinho 3-0-val jelenleg továbbjutásra áll. Nézzük, van-e esélye Two-Freeze-nek, hogy legalább szépítsen, vagy akár teljesen visszajöjjön a mérkőzésbe. Kanté hátra Alexandrónak, Rui Costa, sarokkal, Salah, túloldalon Hulit, lő távolról ballal, fölé. A fiatal Hulit nem a legjobb kártya a játékban. Ugye annó volt egy SBC, amiben a játékosok ikonjainak a legrégebbi változatát kaphatták meg, tehát a legfiatalabb kártyáját, és valószínűleg úgy gondolom, hogy Freeze egy ilyen SBC-ből kaphatta ezt a Hulitot. Ugye Rui Costát valószínűleg megcsinálta, és emellett pedig más játékosok is találhatók a keretében. Kíváncsi vagyok amúgy, mert egy-két játékostól bekértük a kezdő csapataikat, hogy mennyi az, ami változott. Miközben Ronaldo ott a 16-oson belül belőli a második gólját is Gabinho, ezzel pedig 2-0-ra vezet már Two-Freeze ellen a második mérkőzésen, és összesítésben 4-0 a mérkőzéseken. Ezzel pedig úgy tűnik, hogy eldől ez a mérkőzés, azaz arra felé billen, hogy eldőljön. A Ronaldo, akivel az első meccsen nem igazán találta a területet és a lövőhelyzeteket Gabinho, ezen a meccsen már kétszer is eredményes volt, egyszer 11-esből, egyszer pedig akcióval. Tehát így összesetetben 4-0-ra már Gabinho vezet. 91%-os passzpontosság, míg a túloldalon 95, azonban megint Gabinho-nál a labda. Salah indítaná Ronaldo-t. Ronaldo, gyenge lövés. Blank mellett nem tudta eltolni. Három ikon is van amúgy a csapatában Two-Freeze-nek. Blank, Hulit, valamint Rui Costa elől, tehát mindegyik pozícióban található egy, a védelemben és a középpályán is, és a csatásorban is. Ezzel szemben, ha megnézem Gabinho-nak az összeállítását, Ferdinand, Vieira, Hulit, valamint a Prime Ronaldo, aki elhelyezkedik Gabinho csapatában. Érdekes amúgy, hogy összeállította Jordi Alba, Sergio Ramos, Ferdinand, a jobb oldalon Valencia játszik, Hulit, valamint Vieira, a két védekező középpályás, miközben már Ronaldot láthatjuk az akcióban, és érkezik a Finesz! Mekkora gólt lő Gabinho! A védővé vált Finesszel, Ronaldo megszerzi a mesterhármasát is, a 16-oson kívülről elmerte vállalni, és be is lőtte
a gólt. Itt láthatjuk, ahogy megkapja, Ronaldo lefordul, felnéz, és érkezik a lövés. Ez bizony Begovic nem érhette el. Bemegy, tehát a harmadik találat is 5-0 összesítettben, és már harmadik találatát ezen a mérkőzésen jegyzi Gabinho Ronaldóval. Elképesztő, hogy mennyire szépen megtalálja ezeket a lövőhelyzeteket. Sorra-sorra, tolnára. Hát Gabinho, mindig is figyelni kell, hogyha érkezik, mert bármikor lőhet, bárhonnan, és ő bizonyos könyörtelenül kihasználja ezt. Miközben Salah már a jobb szélen robog. Salah a 16-oson belül visszahozza, Ronaldo átengedi a lába között, és kirúgja a nézőknek a labdát. Nem minden lövésből lehet gól, néha kimarad egy-két helyzet. Szóval a ikonokról beszéltem Gabinho-nál, ugye Hulidnél és Vieira-nál tartottam, és Prime Ronaldo az egyetlen egy. Másik ikon, Vieira is szintén Prime, meg Ferdinand is, egyedül a Hulit az, aki nem a Prime kártyáját kapja, viszont Dybala kilép, és ott a szépítő gól. Szép kiugratás után Two Freeze megtalálta a lövőhelyzetet méghozzá Dybalával, és ezzel pedig 3-1-re javítja az eredményt. Összesítettben még mindig 5-1-re vezet Gabinho, 4-et kéne még lőnie Two Freeze-nek, de megtette az első lépést méghozzá azt, hogy szépítsen itt ezen a mérkőzésen. Itt láthattuk, ahogy David De Gea-val sprintelt ki a kapuból, végül aztán nem sikerült megállítani a Dybalát, ezzel pedig 3-1 már rögtön az első félidőben. Neymar, középen Ronaldo, pontatlan a passz, Hulit ezt pedig ki tudja hozni. Rui Costa, Alba, Vieira, Ronaldo. Forog Ronaldo, Hulit. Rossz a passz, Gabinho ezt pedig el tudja hozni, Neymar távolról, és a gólvonalról kipattan, Hulit pedig nem tud ismételni a fejeléssel. De Neymar megint egy Gabinho-s finesszel odavágta a labdát, de ezúttal a kapufa és a gólvonal mentette meg. Megint ott a lövés, ezúttal bepattan a kapufáról. Neymar találatával 4-1. Mik ezek a lövések? Egyszer nem ment be a felső léc miatt, másodjára bemegy az oldal léc miatt. Hihetetlen, hogy Gabinho miket lő. Alig pár perccel telt el a két lövés között, és már is újra próbálkozott Neymarral. Ezúttal bement. Szép lövés Gabinho-tól. Hulit pedig megsérül. Dybala. Salah. Váltanak egymás között. Vieira hosszú lába azonban megakadályozza a pici passzokat. De Bruyne, Neymar. Ronaldo. Mellette Neymar. Visszakapja. Neymar. Talán még egy passz befért volna oda Ronaldohoz, azonban itt a lövés mellett döntött volna Gabinho. 9 kapura lövés. Egy fél idő alatt a túloldalon pedig 3. Costa. És le is fújja a játékvezető az első félidőt. 4-1. És egy kis gyors beállítások, hogy megnézzünk, minden oké-se. És megkapjuk a nézőközönséget is. Hallhatjuk a sípszót, és kezdődhet a mérkőzés, úgyhogy most már szurkolók is vannak a stadionban. Eddig csönd volt, csönd honolt mindenhol, de a második fél időre megkapjuk a nézőinket is. A Ronaldo. Ronaldo lő, megakad egy lábban, Blanc, Hulit viszi ki, a szélén pedig Salah indulhat. Gareth Bale helyezkedik elől, próbálja megnyitni a területet a társaknak, egyelőre nem igazán sikerül neki. De Bruyne hozza már Gabinho középen, Neymar, helyett Salah, visszakapja Salah, lő ballal, megpattan Blanc lábán a lövés, szöglet Gabinho-nak. Hulit fogja elvégezni, és egyből jön be a labda. Ramos vissza Vieirának, jó az elhúzás, a lövés viszont nem sikerül, Bale akadályozott
de sokáig nem boldogítja a labda Two Freeze-t, egyből visszakapja Gabinho, Ronaldo, Salah, Ronaldo, ballal ezt is blokkolják, ezt a lövést, eléggé erősen kezdi ezt a fél időt Gabinho, miközben gyönyörű a cseh Neymartól, átpörgeti a védője fölött a labdát, a beadás azonban pontatlan, Dybala, megindulhat akár Dybala, egy gyors lövő mozdulat, lövő cseh mozdulat. Ugye egy ötös skill rate-ű játékossal ezt könnyű megcsinálni. Dybala már a 16-oson belül lő. David De Gea az, aki védett. És Alba hozhatja már. Vieira. Neymar, Ronaldo. Nem sikerül átvennie a Ronaldónak a labdát. Hulit forgolódik. Two Freeze keresi a lehetőségeit. Bale visszakapja. Hát a túloldalra Valencia. Hulitnak. De Bruyne akadályozza meg a labda további áratását, és már is hozza el a labdát. Prime Ronaldo. Vieira. Jó a csiki-csupi mozdulat. Neymar. De Bruyne hozza fölfelé a labdát. De Bruyne távolról ezt mellé lőtte. 62. perc. Szöglet. Méghozzá Gabinho-nak, Salah felé az ívelés, és végül aztán kihozza Two Freeze az ívelést. Csak egy kicsit rájátszak. Valencia próbál védekezni, Dybala az, aki hozhatja a labdát. Blanc átíveli a túloldalra. Próbál ezekkel a beívelésekkel egyelőre operálni Two Freeze, de nem nagyon talál fogást Gabinho-n. Neymar. Helyett Hulit volt. Costa. Hulit. Elhoppolja a labdát Vieira. Salah. Ronaldo próbál rámenni a szélén, de egyelőre nem nagyon tud Ronaldóval nagyon labdát szerezni ott elől, már rögtön a félpályánál, viszont Hulittal meg tudja ezt oldani Gabinho. Neymar! De Bruyne, egyelőre még a pályán nem érkezett csereként Son. Alba, visszakapja Neymar. Húzza ide-oda, tologatja Hulit. Salah! Távoli lövés ballal, bele kell boxolni a Begovicnak a labdába. Érkezhet a szöglet ismételten. Neymar elhozza megint a labdát. Neymar megpróbált becselezni a 16-oson belülre. Hulittól viszont gyenge volt az erős középre tett labda. Ferdinand az, aki próbált kiválni, Salah azonban gyorsabbnak bizonyul. Kanté. Kanté, Alexandro. Vissza egészen Bailey-ig. Kanté, Hulit, Bél, nem találja a társakat egyelőre, és a társak se őt, nagyon el van veszve ott a egyedüli csatárként Bél. Salah, Bél megpróbált ezúttal labdát lépéssel, de az se jött össze. Alba, De Bruyne, Hulit, Salah. Neymar. Ez viszont szabálytalan volt. Szabadrugás befelé. És érkezik Son. Ezúttal Hulit helyett. De Bruyne ott marad a pályán tehát. Ez pedig kicsorog. Sontól az első megmozdulás nem igazán acélos. És Neymar is lejön a pályáról. Helyette pedig nem más folytatja, mint Alessandrini. Roman Alessandrini. Salah. Ronaldo visszakapja Salah. Jó a kiváltás. Salah ballal. Gól. 5-1. Ezzel pedig biztosan Gabinho a negyed döntőben. Two Freeze pedig az utolsó perceit játsza. Gyönyörű volt a kiválás, ahogy a védőktől kimozdult Salah,
Ez a 98-as kártya egész éves teljesítménye hihetetlen. 83-asként kezdett, és most pedig egy 98-as kártyával fejezi be ezt a szezont. Elképesztő. Hulit. Bél. Húzza még a lehetőségeit. Hulit. Távoli lövés. De Gea. Mond stoppot. Son. Dybala. Megakadályozza megint a lehetőségét, hogy kijöjjön Gabinho. Costa lő távolról, fölé száll. Rui Costa lövése, és érkezik a harmadik csere Gabinhohoz, méghozzá Paul Pogba folytatja Patrick Vieira helyett. Ferdinand, Valencia. Percek kérdése, másodpercek, és vége a mérkőzésnek. 2 perc lesz a ráadás, és ezek bizony Gabinho percei. Alessandrini visszakapja, Salah, nem jó az összjáték, kihozza, two freeze, Hulit, Dybala, Bale, megszerzi Gabinho, és lefújja a játékvezető a mérkőzést. Összesítettben tehát 7-1-es eredménnyel tovább jut Gabinho az elődöntőbe, és egyre közelebb a konzort fináléhoz. Ugye online sikerült Gabinhónak megszereznie a második helyet, az első ugye Molnár Gabó lett,